A szorványnak számító Arad megyében jelentős segítséget nyújt a magyar elemistáknak az ingyenes napközis foglalkozás. A hiánypótló program idén ősszel indult az iskola alapítvány szervezésében, a magyar kormány támogatásának köszönhetően. Az aradi Csiky Gergely főgimnáziumban az elemista diákok csaknem háromnegyede igényelte a napközis programot. Órák után szakképzett pedagógusok felügyelete mellett oldják meg házi feladataikat, és különböző tevékenységekben vesznek részt, emellett pedig ebédet is kapnak. Eddig is volt napközi itt a Csikiben, de fizetni kellett érte, úgyhogy ez még nagyobb vonzóerő, hogy meleg ebéd van a gyerekek számára, és ingyenes utána is a foglalkozás. Ezzel jelentős anyagi terhet vesznek le a szülők válláról. Másrésztről a napközis program népszerű azért is, mert sok családban nincs, akire bízni a gyermeket, amíg a szülők dolgoznak. Egy picit hozzásegíti abban a szülőket, hogy esetleg a magyar oktatás javára döntsenek. Ami sok esetben a magyar közösség megmaradásának záloga lehet. Arad megyében egyelőre a városi iskolákban összesen 5 tanintézményben indult el az ingyenes délutáni foglalkozás. Én remélem, hogy a jövőben ez a támogatás ki fog tudni egészülni a megye minden magyar iskolájába, nem csak a három városban, hisz mindenhol szükség van rá, és mindenhol ez a magyar oktatás számára egy olyan pluszt jelentene, amely lassan, de biztosan megnövelni a diák létszámot a magyar oktatási intézményekben. Arad megyében csaknem 2200 gyermek tanul magyarul. Várhatóan ez a szám növekszik majd a különféle támogatásoknak köszönhetően, amelyek sok esetben versenyelőnyt jelenthetnek a magyar oktatási rendszernek, ott, ahol a magyarság szorványban él.